Na akkor üdvözlök mindenkit, tiszteletem mindenkinek, folytatjuk a karriermódot az Arzenállal, itt a FIFA 17-ben, és egy elég kemény mérkőzés vár ránk, ugyanis az Everton fogad minket, méghozzá a, mindjárt mondom, hányadik fordulóban, nem tudom, azt kiírja-e. Szerintem nem. De amúgy 16. forduló, hogyha jól láttam, mert eddig 15 meccset játszottunk. És akkor megnézem ezeket, hogy... Aha. Akkor itt ez direkt... Ma be is állítottam ezek szerint a csapatot. Na, viszont azt nézem meg gyorsan, hogy mennyi meccs... Mennyi hány napunkban lesz a következő meccs, hát... Lehet inkább tartalékolnék én a City ellen. Csak az, hogy mind a két meccsünk elég kemény, úgyhogy Welbeck kezdeni fog. Sanchez maradjon. Aztán majd a Kova, ez a Perez majd fölmegy akkor csereként. Hogyha esetleg úgy van. Csak a Sanchez nagyon elfáradna esetleg. Na gyerekek, itt vagyunk a második helyen 31 ponttal. Előttünk a Manchester City, akivel majd a következő fordulóban játszunk. Tehát most az Evertont jó lenne megverni, mert hogyha a City nyer, akkor 34 pontja lesz. Hogyha mi is erünk, akkor nekünk is. És akkor a következő fordulóban átvehetjük akár az első helyet, hogyha minden összejön. Na de most erre a meccsre kell koncentrálni, meg kell nyerni. Hát nem lesz túl könnyű, mivel idegenben leszünk. De ez nem tántorít el minket, ugyanis... Voltak már jó meccsénk idegenbe, szóval... Új, de kijátsszuk. Szegény gyereket, bakker. Na akkor most ti ketten összejátszatok szépen. Jó, jó, ez milyen flagma volt már. Nagyon kijátszák. LOL. Szegény gyerek. Jó, mindegy, így is jó. 5630 pont. Ez pedig ez csak ezüst szint amúgy. Most nézem. Na, csapassuk. Besics játszik. Ott van a kezdőben. Annak örülök. Megmutathatja, mit tud ellenünk. Jó lenne most már egy ilyen fölényesebb győzelem. Csak hát, ugye már többször is mondtam, hogy nehéz gólt szerezni ilyen 4 perces, úgyhogy 4 perces van állítva. A fél idő közben eléggé érdekes volt az a jelenet az előbb, ugyanis nem ment ki a labda, viszont ki volt az? Ki van ott a... Izébe. Ugye Ivobit átvittem a jobb szélre. Hát ő csinálta most ezt a gyönyörű passzt az ellenfélnek, de hát... az ilyeneket majd a közeljövőben hanyagolni kéne. Sanchez szexire Monreálnak. Monreál aztán a Cseká. És Ivobinak jó az a labda, jó az. És a lövés is jó, de hárít Joel. Jöhet egy szögletet az Arzenál, amit Santi Cazorla kanyarint be középre. Nincs fejes, ott marad a labda, és most vágja ki a védő touchra. Tehát dobással jöhetnek a londoniak. Ja igen, most azon gondolkoztam, hogy a Everton az nem-e londoni csapat, hát nem. Másik londoni csapat. Na, Everton az Liverpooli. Monreál, oly, mekkora lövés volt! Hatalmas kapufát lő Nacho Monreál. Santi Cazorla pedig megszerzi a labdát, és be is tudja kanyarintani, de ezt lehúzza. Joel Robles, hogy ki ez, nem tudom. Monreál óriási kapufát lőtt. A keresztlécen pattant le a lövés. Szépen hozza az Arzenál, Sanchez. Megtolja és Coleman, az
Labdához nem volt köze, ez lapot fog érni. Sárga is. Mutatja a kedves sporttárs. Jogos. Ez jogos. Na Monreal, ismétlést, ismétlést. Monreal. Hú. Nem volt az rossz. Nézzük ezt még egyszer. Mennyibe került el? Ne, úristen, fú. Épp hogy gyerekek, hát mi ez? Tovább pattan a labda. Hoppá, érdekes. Szerintem tekeredett még a labda, azért pattant érdekesen. Remzi hátra. Hát azért próbál az Arzenál kijátszani az ellenfél tér felé, nem tudok beszélni. Most kapja Iwobi, lövés, kipattanó. Welbeck nem ért bele, dobásra jött az Arzenál. Nem tud egyáltalán kibontakozni. Az Everton és szabadrugás, ugyanis rácsúsztak a lövő Remzire, hogyha jól láttam, ő akart lőni. És akkor Sanchez, egy jó kis szabadrugást, please. Sanchez, gól! Alexis Sanchez szabadrugás góljával előnyben az Arsenal. És van az első szabadrugás a 17-es futballban. Úgy eltalálta Sanchez, az a jobb láb. Dzsuzsáknak is ilyet kéne lőni a Portugália ellen. Gyerekek! Szerintem ez a videó lehet, hogy csak holnap fog fölkerülni, azaz 25-én. De ezt most veszem föl 24-én. Szerintem most lekomertem, azt lehet, hogy még ma föltöltöm, de lehet, hogy inkább csak holnap. Úgyhogy mindegy. Portugálok ellen játszik majd a magyar válogatott 25-én. És hát reméljük, hogy Dzsuzsák ismét megmutatja, mit tud az a balláb, az a nyírlogosi szabadalom, akár csak az EB-n Portugália ellen. Hát az remek volt. Hoppá, hello! Ki volt az, Besics? Aha. Besics volt a szabálytalan, ő volt a bűnös. Átoladogott most az Arzenál egy kicsit. Kicsit, hogy nyugodtabbak legyenek. Sanchez sarokkal, Monreal, Cazorla, Iwobi kapja, legyen akkor Iwobi, jó? Valakint azt mondta volna, hogy az Iwobi, nem Iwobi. Hát tök mindegy amúgy. Sanchez, ez hosszú. Esélye nem lett volna átvenni szerintem. Mindenképpen hosszú lett ez a labda, sajnos. Közben Csaká. Júj, ez túl flagma volt. És pont ellenfélhez került. Kosztjányhez kerül a passz, az indítás. És Peter Cseh is próbál egy kicsit cselezgetni, akár csak az EB-n Király Gábor. Úr, de jó volt azt nézni, emberek. Az nagyon kemény volt. Ó, Sanchez! Gyönyörű cseleket csinál Sanchez. Sanchez mindig Sanchez, és rácsúsznak hátulról, az is lap lesz. Jön is a sárga. Cleverlynek, jogos. Teljesen jogos. És még neki áll följebb, ezt nem értem. Sanchez vezeti, már lassan lövőhelyzetbe került, és labda az köze nincs ennek a becsúszásnak. És még reklamál is. Na, ugyanonnan szinte a szabadrugás. Na, Sanchez. Tud-e ismételni? Ezt most nagyon csúnyán fölé rúgta. Sajnos, és ez a vége is az első játék résznek. Ez a második szabadrugás már nem sikerült annyira. Pedig most is ugyanúgy nyomtam. Tehát ez így érdekes volt. Na mindegy. Jó, Sanchez most még nem jön le. Mert lehet, hogy kell még szabadrugást lőni. Akkor meg szükségünk lesz rá. Iwobi keresztlabdája. Szép labdát kap Monreal, kipattan a labda, és az ellenfél jön. Evertoniak dobhatnak. Liverpooliak, bocsánat.
Evertoniak. Hát végül is csapatra így mondhatjuk. Vagy Evertoniak, de... Ezt inkább úgy kellett volna kifejeznem, hogy dobhat az Everton, vagy valami. Lennon beadása. Pontosan. Emberhez megy a felszabadítás is. És akkor Welbeck, és lelopja a lábáról becsúszva. Nem láttam ki volt az, közben McCarthy hátra Oviedónak. És ez egy szép indítás. És visszapaszt is jó. Ott marad a labda. Mehet tovább. Gyönyörű játék, gyönyörű. Iwobi elpattant tőle, túl messzire pattant, nem tudta jól átvenni sajnos. Fiatal zseni. Welbeck nagyon erőszakos, és szabálytalanul szerel. Lehet, hogy ezért is lapjár. Így van, játékvezető határozottan fut oda, és mutatja fel a sárga lapot Danny Welbecknek. Hát azt kell, hogy mondjam jogosan, igazából. Nem igen ment az a labdára. Rántotta ellenfelét. Mezénél fogva, hát mi másnál fogva. Mondjuk kezén is te lehetett volna, de hát most nem kell ezt túl cifrázni. Közben megint egy beadás. Amit eléggé szép helyre fejelnek a védők. És ez a passeró, ő jó. Lennon. Gyönyörű szerelés Monreal. Hol rohadjál meg? Kit szivatsz itt? Sanchezről pattan ki. Pat megint az Everton. Jön a beadás. Fejes! Cseh! Jött az első Everton szöglet. Védekezni kéne. De Olofeu emeli be. Oj! De szép mozdulat volt Lukaku. Hát lehet, hogy befért volna, de Petr Cseh is figyelt, és Monreal ment ugye ki. Nem volt veszélytelen egyáltalán. Majdnem ugyanoda megy a szöglet, de ezzel elindult Santi Cazorla. És a másik oldalt ott indul a csapattárs, és nem jó az indítás. Pont belerúgja az ellenfélbe, nem hiszem el. Gosszilyennyi, ój, de. Nyugodtan oldotta meg. Iwobi, ó, szép Welbecknek. Hűj, kockázatos passzok. Ez viszont jó Ramsey-nek. Visszaszerzi Ramsey, Sanchez rátekeri, hát. Nem így kellett volna megoldani Alexis Sancheznek, ez most egy rossz döntés volt, azt kell mondani. Közben De Olofeu nagyon gyors, és Monreal le is hagyja, aki egy spanyol. Nagyon nagy harcot vív, Monreal viszont blokkolja a beadást. Hoppá, ott marad mindig. Még mindig ott van. Nem történt szabálytalanság, mert tovább Iwobi elindul. Úgy dönt, hogy elindul, aztán megindítja a Santi Cazorlát. És ezeket a szereléseket utálom, mert... Jaj, ez kilöknek a labdala, érted, de semmi. És szabályos. Gyönyörű, Monreal. És kockázatosan hazapasszolják, és ez is veszélyes, megtámadták Petr Csehet. Debussy. Bellerin sérült, vagy nem, fáradt csak. Nem kell itt. Hoppá, aggodalmat kell tenni. Ha kezdünk megijedni, hogy tényleg meg van sérülve, vagy valami. Gyönyörű. Szépen tovább, Welbeck. Santi Cazorlát választja. És a visszapassz sajnos nem jó Welbecknek. Oviedo. Gyönyörű. Gyönyörű játék. Lukaku. Lukaku még mindig ott van. Lövés. Gyönge. Cseh. És vége is a mérkőzésnek. Alexis Sanchez szabadrugás góljával megnyerte ezt a mérkőzést az Arsenal. Ezzel, hogyha a City kikapott, akkor felugrik az első helyre az Arsenal. Ha esetleg nyert a City, akkor marad ugyanez. A tabella jelenlegi állása. Jó meccset láthattunk,
nem játszott rosszul. Az Everton se igaz, igazából csak a második fél időben ébredtek föl. Az elsőben nem nagyon csináltak igazából semmit, és kikapott a City. Nem, nem kapott ki, még nem. De viszont ki is, nem, X-elt. X-elt. X-elt a City, gyerekek. Mi vagyunk az elsők. Bajnokot csinálunk itt az Arsenalból. Na, nagyon nagy meccs lesz ez a City ellen, gyerekek. Na, kezdek félni egy kicsit. De nem szabad, nem szabad. Nem szabad félni. Kanada, úristen, majd hozzájuk megyek, biztos. Hú. Meg kell újítani a szerződését Koscielninek, Santi Cazorlának, Mertesackernek és Debussynek. Ha jól láttam, ők voltak azok. Igen. Na, van intek még egy olyan, hogy Cazorla 7 hónap múlva lejár a szerződése. 220 ezeret akar keresni. Hát, hogyha ennyire akarja, akkor megadjuk neki. És... hát akkor megadjuk neki ezt, hogy ez legalább így talán elfogadja az ajánlatot. Van még egy olyan, hogy Koscielny, ő is gondoltam, hogy többet akar keresni. Igen. Viszont nem tudom, hogy mennyi pénzünk marad így. Jó, marad még nyugodtan. 200 millió eurónk van. Úristen. Az mi már? Az nem rossz, gyerekek. Debussyvel is újítsunk szerződést. Bár ennyire nem tudom, hogy megírje. Jó, hát végül is. Jó, rotációban van, akkor ennyi. Mertesacker. Ő elég lassú, de viszont nem egy rossz játékos. Nem sokat játszott eddig, ez az én hibám, de mindegy. Rotációban leszel, nem fogok itt kulcsembernek kinyilvánítani ilyen Mertesacker játékosokat. Jó védő, csak nagyon-nagyon lassú. És ez nem jó. Na, közben a United jött föl a második helyre. 33 ponttal, viszont mi egyre kevesebbet játszottunk, és így van 34 pontunk. Viszont a City ellen megyünk idegenbe. Azért csak hogy érezzétek a különbséget, meg mindent igazából. Na, Gibbs! Hú, jön a megmentő! Viszont Monreal se játszik most olyan rosszul. Bellerin tényleg sérült. Coquelin is, Volkot, nem hiszem el. Na mindegy. A lényeg, hogy Özil jön a kezdőbe. És akkor... Sanchez nem fog kezdeni, viszont lehet, hogy majd fölmegy, és akkor Iwobi átmegy a... Iwobi! Átmegy a bal oldalra. Lesz itt csere, lesz itt... cserélésre esély. Mert nem túl fittek a játékosok sajnos. És most így egymás után rangodókat kell játszani, azért az nem a legjobb. És megint esni fog az eső. De nem baj. Jön a beadás. Zsirú! Oly, de szép volt az. Na Zsirú, gyönyörű. Szép. És kicsit jobban is meglőhetnéd. Azaz! Erről beszélek, gyerekek. És a beadás. Így de szép fejes. Na, még van 10 másodpercünk. Ó, gyerekek, ez már zöld, ez már jó. Gyönyörű, úristen! Mit csinál ez az ember? Gyönyörű. 10211 pont. És ez még csak a bronz szint volt. Hát akkor hagyjuk ezt a rákba, jó? Jó, most következő már az ezüst lesz, szóval nyugodtan lehetünk. Itt vagyunk, az Etihadban. Egy jó meccset láthatunk, ugyanis Manchester City fogadja az Arsenalt a
Hetedik fordulóban? Ha jól tudom, igen. Szép játék, Debisi kapja, Debisi. Ott a menni lelopja a lábáról. Nem volt ki, mehet tovább. Aguero. Sterling-el játszik össze. Sterling lefordul. Nem tudom, ki volt az. Mustafiról gondolom. Szép szerelés Chamberlain. Viszont dobott az a City. Nem Arzenát mondtam. Ugye fűződik egy kis múltunk a Cityhez, ugyanis FIFA 15-ben velük volt karriermód, és ott is az első gól. Nem hiszem el. Ilyen gólt is csak FIFA-ban látunk amúgy. Tehát ez, hogy oda legurítja. És így eltalálja, hogy a labda az úgy megy, mint a mesékbe, hallod? Nagyon érdekes, de mindegy. Hátrányba kerültünk, sajnos. Ez nem túl jó. De próbálunk rajta javítani. Ez csak a mérkőzés eleje, még van idő. Van még esély gólszerzésre. Iwobi. Csaká. Jaj. Nem is oda akartam az indítást adni, de ne. Viszont most Zsiru. Kezdő csatárunk. Kicsivel talán jobb, mint Welbeck. És kirúgás lesz. Lehet, hogy szabálytalan voltam úgy a becsúszás, de nem baj. Spori nem úgy látta. Na Gibbs. Ó, lábak között Özil kapja. Szabályos szerelés. Sajnos. Ez is akkor. Zsiru. És nem hiszem, hogy pont oda pattan a labda az ellenfélhez mindig. Sterling kapja bal oldalon. Debisi fut bele vissza, Debisi. Nincs 11-es, viszont egy belőtt labda van. Csaká. Elindul a Iwobi. A szabályos. Aha. Oké. És le is érül, legalább. Miért odaindítasz? Mindegy, így is jó. Hát de most meg akkor megállt! Nem hiszem el. Akkor a szart. Mire elnyomja a paszt, hallod, addigra... Addigra visszafordul a gyerek, és akkor oda megy a paszt, ahol már senki nincs. Nem hiszem el. Ez kim volt? Kim volt már fél órája, mi a szar? Ez meg kéz. De... Nem? Mi a szent szart csinálnak ezek ott hátul? Isten... Fú, te... Nem hiszem el! Hogy lettek ilyen fogyatékosok? Nézd meg! Figyeld! 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 Hopp egy kéz! Hoppácska! Hopp beleüt kézzel! Nem baj! Minek nem számít? Én játszok, hát itt egy semmi nem számít. Mert hogyha én kezeznék, az már fél óra előtte befújta volna. Milyen érdekes! Ezt a fosadékot te! Istenem! Nincs. Kézzel tovább üti, érted, és akkor mennyi tovább? Hát... Nem. Aha. Meg ott is már fél órára kim volt a túloldalon. Óha! Hol de befűztes emberén? Hol? Így kellett csinálni. Özil fejes góljával vezet az Arzenál, és belefut a háló, de nem baj. 40. perc. Manchester City, Arsenal 2-1. Még van remény, gyerekek. Csúsz, mindjárt rácsúszok hátulról, csak nem akarok már most épirosot kapni. Majd a második fél időben.
Tökömet se érdekli már. Csak azt, hogy mindig ellenem van a játék, az már elég érdekes, meg idegesítő. Jó, hallod? Folyamatosan rám csúszkál. Csak sárga, hallod, jó van. Az én ilyenki mindig pirosat kapok. Lesz se értem már. Hogy az Isten van ez. Az ellenfél csinálja az sárga. Csak én akkor piros, miért? Na. Jó. Az is sárga. Így van. Klisi. Jogos. Be kéne így évelni. Özil. Jézus. De mit szar. Istenem. Jó, még az első fél időnek. Jó meccset láthatunk. Citynél két lövésből két gól, hát ki hitte volna. Nálunk meg háromból egy. Természetesen megint jól kihasználjuk a helyzeteket. Nem mintha annyi lenne. De azért több volt, mint nekik. De beszarok, ember! Már onnan. Özil. Nem segítem senki, minek? Fölösleges. Nem kell senkinek se passzolni. Ezt mondom. Nem hiszem el. Senki nem mozog. Isten verje meg ezeket ma, komolyan. Na. Ember. Felszest bele, hát végül is. De ezt utálom, érted, hogy ellöknek simán. Miért? Hogyan? Mekkora testi jelejük van ezeknek? Meg az enyémnek is ahhoz képest. Ilyen nátszál játékosok volt, hogy a... Hozzájuk érnek, aztán már röpülnek 40 métert. Meg kapnak egy lökést, és akkor már izé... Akkor már az ellenféle a labda. Mert ezeknek semmi testi jelejük nincs. Na viszont most szép. Hát... Zsíru is, olyan gyors vagy. Szalag szájba te. Jézus már, F, E? Beadás is gyönyörű. Úristen. Ez egy letámadásom van, de nem támadnak le senkit. Mi a szar? Uram, atyám. Fiam, megáll! Hát mi más csinálnám? Jobb dolgod nincs is, nem? Jobb dolgod nincs, mint hogy megálljál, te. Nem mozog senki. Nem mozog senki, nézd meg! És kinek passzoljak itt? Ez is hogy került át oda? Beszarok ezeken! Istenem. Hol kezdődik a csúszkálás? Nem fogok én itt szarakodni. Simán megért egy sárga lapot, még pirosat is talán. Közel nincs labdához. Szerencsém volt. Semmit nem kaptam érte. Júj, de lenítette azt a lábat, öcsém. De bakker, hátra fel kell passzolni, mert nem indul el egyik se rendesen. Na megint! Mi a szar? Neki már volt egy lapja. Ott is a második, csicska. Ez már alapból piros lett volna, nem második sárga. Üdös Zabaleta. Úristen. Valaki jöjjön már segíteni, várjál. Nem jön senki. Hát mindegy, akkor feléveljük így. És mellé. Ki hitte volna, hogy mellé megy? Hát én nem. Jöjjön. Azzal a reagálás, gyerekek. Veszem a kezem. Ha ember előnyben vagyunk, gyerekek, nehogy már
Ezek rúgjanak még egy gólt itt a végén. Ha meghalok. De... Tudtok így passzolni? Oké, hogy City, meg idegenbe. Attól még focizni nem felejtettetek el szerintem. Persze, hozd mi! Isten, hallod? Nem hiszem el. Üdös company. Vagy company, vagy mi a tököm vagy te. Csicska belga. Balga belga. Ah, szép. Jó, oké. Az már becsúszás, barátom. Ultra. Támadás. Menj már, légy szíves! Nem hiszem el! Egyik sem mozog, nézd meg most se! Atyaisten! Mi ez? Figyeld! Hogy levette a lábamról? Isten. Úristen. Úristen. Bűnszarú játszottatok te. Volt egy gyönyörűen szabályos gólotok. Igen, nagyon. Beszarok rajtatok, te! Úristen! Isten, fú, te! Ekkora okádékot komolyan mondom? És akkor ne legyél ideges, ne? Végül is! Mi okod lenne rá, nem? Ne? Anyád. Mit nem, milyen fizetésed van, fiam? Annyit állítottam be, amennyit akartál. Ne pofázzál, jó? Jó, menj a rákba, jó? Mert fogsz én dirigálni, hogy izé. Levis elfogadja. Csak az a busa fejű nem. Rohadjon meg. Na, Chamberlain 81-es. Csaká 86-os. Yeah. Özil lassan már 90-es. Az se semmi. És akkor a következő videóban majd a West Brom ellen fogunk játszani. És a Crystal Palace ellen, tehát nem lesznek olyan túl nehéz mérkőzések, és mind a kettő otthon lesz lejátszva. Úgyhogy ezáltal is mondjuk úgy előnybe leszünk. És nem tudom, hogy ezek föl akarnak-e már épülni, hát ennek szerint nem. Na, Sanchez visszatér. Hát most akkor... Iwobi nem fog kezdeni. Most Özil se. Valamiért most nem játszott túl fényesen Özil. Habár de, mert fejelt egy gólt. De hát nem is, sok, nem is kapott olyan túl sok labdát amúgy. És most sajnos megint a City az első. Nem hiszem el. De várja, amúgy kettővel kevesebb a... Kisebb a gól differenciánk. Viszont... Kevesebb... Mint harmad annyi gólt kaptunk, mint ők. Ők kaptak 13-at, mi meg 4-et. Azért... Érez a különbséget. És... Ezt a két gólt is most kaptuk ellenük. Tehát, hogy... Ha most nem kaptunk volna a gólt, akkor még ugyanúgy két kapott gólunk lenne. Nem hiszem el.
Na mindegy. Nem idegeskedek tovább. Gyorsan elmentjük. És akkor ennyi lett volna az a rész, gyerekek, hogyha tetszett esetleg, akkor dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még folytatást, akkor is. És ha még nem tehetitek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Következő részben majd találkozunk, ahol a Veszrom és a Crystal Palace-en játszunk. Ott találkozunk, akkor én nem voltam. Sziasztok!